Hugyik József 10 évesen édesanyját veszítette el a történésekben. Emlékszek nagyon sok mindenre, de hiába minden. Hiába minden. Úgyhogy én kisüttem a kinyeret, még minden, de ő nem gyűjt vissza soha többet. Paska Imre apai dédnagyapját hurcolták el és végezték ki 44-ben. A történésekről nagyanyja mesélt neki. A testvérjei hívták, mikor menekülőre fogták, hogy Lajos, gyere, mert agyonütnek. Hát ő így mesélte nagymamám, hogy ő azt mondta, hát, hogy nem bántott senkit, és talán ütet se fogják, és ő itt maradt. A megemlékezésen Zsúnyi Tibor helyi plébános szólt az egybegyűltekhez. Megüresedett a plébánia, és abban az áldatlan állapotokban nem is tudták ezt pótolni. És sajnos pont ezért kimaradt az anyakönyvezés mindazoknak, akik elhunytak, illetve kivégeztettek itt Szent Tamáson. Hát ez még ránk vár, hogy ezt pótoljuk, hogy fölkeressük, hogy amennyire csak lehet adatokkal biztos bebizonyítjuk, hogy hogyan veszítették ők el az életüket, illetve ami adatot még tudunk róluk. Ez egy hosszú folyamat, aminek bízom benne, hogy hát én is a részese leszek. A helyiek azt szeretnék, ha az áldozatok tiszteletére egy méltó emlékmű épülne a temetőben. Reméljük, hogy jövőre meg lesz itten, ezen az üres téren egy emlékmű az ártatlan áldozatokra, mivel terv szerint az idére kellett volna ez, hogy megtörténjen, de hát ez a koronavírus is ide is beleszólt, úgyhogy reméljük, hogy jövőre meg lesz. Az emlékművel kapcsolatos kezdeményezés a helyi magyarok összefogásával valósult meg. Tavaly decemberben megindítottunk egy kezdeményezést, ahol minden magyar párt, civil szervezet, kulturális szervezet közösen aláírtunk egy kezdeményezést, amit a községházára átadtunk, amivel kérjük, hogy egy méltó emlékművet állítassunk ide fel. A Szent Tamási eseményen az emlékezés virágait többek között Sárközi István, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, és Csige Gábor, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezető konzulja is elhelyezte.